Köszöntöm Önöket, Zöld közelben című ökomagazinunkat látják. Alapvető tény, hogy a szemkontaktusnak igen fontos szerepe van a kommunikációban. Előfordul azonban, hogy tekintetünk nem egy másik emberével találkozik, hanem például egy négylábújéval. Éppen ezért az ELTE etológusai azt vizsgálták a közelmúltban, hogy milyen tényezők befolyásolják a kutyák szemkontaktusra való hajlamát. A részletekről ezúttal Bognár Zsófiát, az ELTE doktoranduszát kérdezem, az aktuális járványhelyzetből adódóan videóhívás útján. Üdvözöllek, Zsófia! Köszönöm szépen, hogy online is a rendelkezésemre állsz. Nagyon szépen köszönöm a felkérést. Zsófia, itt a Zöld közelben című magazin műsorunkban időről időre számot adunk arról, hogy milyen izgalmas kutatások folynak éppen az ELTE etológia tanszékén, de kérlek, mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan jött az ötlet a kutyák, illetve a szemkontaktus kapcsolatát vizsgáló kutatásotokhoz. Az ötletünk onnan jött, hogy a kutyák a fajtársaikkal nem annyira szívesen szoktak szemkontaktust kialakítani, ennek ellenére az emberekkel nagyon is szívesen teszik ezt. Egyrészt segít nekik eldönteni, hogy a kommunikáció az nekik szól-e, másrészt pedig a gazdával való szemkontaktus kialakítás során mindkét félben az oxitocinnak a szintje nő, ami pedig a társas kötődést erősítheti. Viszont a kutyák között különbségek lehetnek, és mi erre voltunk kíváncsiak, hogy milyen különbségek, tehát mik okozhatják a különbségeket itt, milyen tényezők. És hány kutyát sikerült bevonni a kutatásba, illetve egyáltalán mi alapján választottátok ki a megfelelő alanyokat a kutatásotokhoz? Ebben a kutatásban 130 kutya vett részt, és mindössze annyi feltétel volt, hogy ezek egészséges kutyák legyenek, tehát hogy ne legyen rossz a látásuk, a hallásuk, illetve még annyi, hogy 3 évnél idősebbek legyenek. Azért tettük meg ezt a kitételt, mert korábbi kutatásokban arról számoltak be, hogy itt van a kutyák teljesítményének a csúcsa, és minket a kutyák öregedése és nem az érése érdekelt. És valamilyen tekintetben különbségeket tettetek a kutyák között? Tehát gondolok itt arra, hogy például fajta tekintetében, akár nem tekintetében, ezek fontos tényezők voltak? Fontos tényezők voltak, de mindenkit szívesen vártunk, később csoportosítottuk a kutyákat. És mi volt a következő lépés? Tehát azt követően, hogy kiválasztottátok azt a 130 alanyt? Egyrészt volt még egy felmérésük, hogy ténylegesen jól látnak és jól hallanak, tehát egy állatorvos vizsgálta ezeket a kutyákat, hogyha ezen is átestek, akkor utána a kísérlet során. Igazából ez egy monster kísérlet volt, ez 12 tesztelemből állt. A kutyák öregedését szerettük volna ezzel a tesztsorozattal felmérni, és amikor elkezdtük ezt a tesztsorozatot, én már akkor is a fejformával foglalkoztam, és kíváncsi voltam, hogy itt a szemkontaktus tesztünk során is megfigyelhetőek esetleg olyan különbségek, amikről korábban is beszámoltak. Tehát 3 tesztben vettek részt a kutyák, ami végül ebben a publikációban, amiről most beszélünk, megjelent. És itt a legelső, ahol a kísérletvezetővel találkoztak, volt az úgynevezett üdvözlés teszt, ami annyiból állt, hogy a kutya és a gazdája egy üres szobában álltak, a kutya pórázon, a kísérletvezető pedig belépett póráztávolságon kívül, és üdvözölte a kutyát és a gazdáját. És itt megnéztük, hogy a kutya az megközelíti vagy sem. Később a kísérletvezető játszott egy kicsit a kutyával, itt 2 játékot is bevittünk, hogy választhasson, amivel szeretne, egy zsinór volt és egy labda, és ez csak az előzetes felmérés volt, hogy egyáltalán az idegenhez hogy áll hozzá a kutya. A tényleges szemkontaktus tesz során pedig a gazda egy széken ült már, megkértük, hogy ne szóljon a kutyához, próbáljon mozdulatlan maradni, a kísérletvezető pedig megállt a szoba közepén, magához hívta a kutyát, dobott egy falat virslit a földre, és innentől kezdve ő is szótlanul és mozdulatlanul várta, hogy a kutya szemkontaktus létesítsen vele. Ha ez megtörtént, akkor dobott egy újabb virslit, és utána újra várt. Nagy általánosságban hogyan élték meg a kísérletet a kutyák? Gondolom, hogy a virslis feladatnál azért igencsak nőtt a lelkesedés. Nagyon, nagyon élvezték a kutyák a kísérletet, nagyon szeretnek egyébként hozzánk járni. Viszont volt olyan kutya, aki például a szemkontaktus teszt során egyetlen egyszer sem nézett mondjuk a kísérletvezetőt,
szemébe, sőt volt olyan, aki egy kicsit egy bóbis volt, tehát egy 5 perces teszt volt, az alatt számára semmi nem történt, ő nem nézett a kísérletvezetőre, nem kapott virslit, úgyhogy ő elunta magát. És milyen eredmények láttak napvilágot, illetve volt még előzetesen olyan hipotézis, amit akár szerettetek volna megerősíteni, vagy éppen cáfolni? Igen, mint ahogy korábban említettem, hogy én már a fejformával foglalkoztam akkor is, amikor ezeket a kutatásokat elkezdtük, és korábbi kutatásokban arról számoltak be, hogy az emberi mutatást az sikeresebben követik a rövidebb fejű kutyák. Azután én megvizsgáltam azt, hogy kivetített kutya és arcképekre milyen hosszan figyelnek a kutyák, és én is azt figyeltem meg, hogy a rövidebb fejű kutyák azok hosszabb ideig figyelték mindkét két típust. Úgyhogy kíváncsi voltam, hogy itt a szemkontaktus tesztben is esetleg megfigyelhető-e ilyen kapcsolat, hogy a rövidebb fejű kutyák majd szívesebben alakítanak a szemkontaktust a kísérletvezetővel. És ezen felül azt is figyelembe vettük, hogy milyen funkcióra lettek az adott fajták tenyésztve. Itt funkció alatt azt a feladatot szoktuk érteni, amire eredetileg az adott fajta tenyésztve lett. Illetve figyelembe vettük az életkorukat is, és azt, hogy idegen iránt mennyire érdeklődnek, mert hogy erről is beszámoltak korábban, hogy ez is kapcsolatban lehet azzal, hogy mennyire hajlandóak ők szemkontaktus kialakítani. És még az első csoport, tehát a rövidebb fejű kutyákra gondolok, ott mi áll ennek a jelenségnek a hátterében? Valamilyen biológiai oka van annak, hogy szívesebben veszik fel az emberrel a szemkontaktust, vagy teljesen másra lehet következtetni? Itt egy nagyon érdekes kapcsolat van, és most kicsit egy mélyebben belemegyek a dologba, de próbálom elmagyarázni. Tehát itt a fejformával kapcsolatban, tehát kapcsolatban van a retinális ganglion sejteknek az elosztásával. Ezek a sejtek, ezek a szembe érkező vizuális információ feldolgozásáért felelősek. És az történik, hogy a hosszú fejű kutyáknál ezek a sejtek a retinában egyenletesen oszlanak el, tehát egy ilyen vizuális sávot alkotva, ők panoráma képszerűen láthatnak. A rövid fejű kutyáknál a látóterük középpontjában magasabb ezeknek a sejteknek a sűrűsége, és a periféria irányába pedig csökken. Tehát ez eredményezheti azt, hogy amikor ők előre néznek, akkor a látóterük középpontjába eső ingerekre ők jobban koncentrálhatnak amiatt, mert hogy a perifériáról érkező egyéb vizuális ingerek az kevésbé zavarhatják őket. Ez eredményezheti azt, hogy a rövid orrú kutyák könnyebben alakítanak ki kötődést a gazdájukkal? Ez egy hipotézisünk volt, hogy lehet ilyen kapcsolat is, ezt még vizsgálnunk kell, tehát ezt így nem jelentenünk ki. Ugyan a kötődést erősítheti a szemkontaktus kialakítása, mint ahogy már említettem, az oxitocin itt a kulcs, az oxitocin szinten keresztül, de nem sem mutatója a kötődésnek, sem az egyetlen dolog, ami befolyásolhatja a kötődést. Mire jutottatok a fajták, illetve a fajta eredet kapcsolatban? Itt mi a fajtákat, a fajta tiszta kutyákat, azt két csoportba soroltuk be. A vizuálisan együttműködő fajták, akik egy olyan kapcsolatra lettek szelektálva, ahol folyamatos vizuális kapcsolatban kell dolgozniuk az emberrel, illetve a vizuálisan nem együttműködő fajtákra. És azt figyeltük meg, hogy a kooperatív, az együttműködő fajták, ők gyorsabban alakítják ki a szemkontaktust az emberrel, viszont nagyon érdekes, a harmadik csoport a keverék kutyák csoportja volt, hogy az ő teljesítményük az nem különbözött a vizuálisan együttműködő fajtákétól. Ugye maga a kutatás az a Senior Családi Kutya program keretében valósult meg. Maga az öregedés az rontja a szemkontaktusra való hajlandóságot? Igen, mi azt figyeltük meg, hogy lassabban alakítják ki az idősebb kutyánk a szemkontaktust a kísérletvezetővel, és ennek egyrészt lehet az az oka, hogy a vizuális figyelem és a szociális figyelem is csökken az életkorral, de az is elképzelhető, hogy a figyelemváltásuk lassult le. Tehát itt ugye az ételt a földön kellett megkeresniük, ez volt az egyik feladat, a másik feladat pedig az, hogy a kísérletvezető szemébe nézzenek, és lehet, hogy a két feladat között váltották ők lassabban a figyelmüket. Tehát akkor e tekintetben is igencsak hasonlítunk mi emberek is a kutyákra, hiszen az öregedés az minket sem kerülhet el. És összességében akkor mit lehet elmondani magáról az eredményről, illetve mire fogjátok felhasználni ezeket a kapott eredményeket?
Azt lehet elmondani, hogy az már biztos, hogy legalább 4 független tényező az kapcsolatban van azzal, hogy mennyire hajlandóak a kutyák szemkontaktust kialakítani az emberekkel, és további hipotéziseink merültek fel, amit később tesztelni szeretnénk. Egyrészt szeretném megvizsgálni azt, hogy a képezhetőségükkel, a taníthatóságukkal milyen kapcsolatban van esetleg a szelyforma, hogyha van bármilyen kapcsolatban, valamint azt is szeretném megvizsgálni, hogy evolúciósan hogy néz ki ez az egész dolog, milyen kapcsolat van közöttük. Tehát esetleg a fejformára történő szelekció az valami másnak a mellékterméke lehet, vagy ezért ők szívesebben alakítanak ki szemkontaktust, vagy esetleg a kettő egyszerre történt, tehát egy rövidebb fejre is, és a szemkontaktus kialakításra is történt a szelekció. Ez újabb kísérleteket és vizsgálatokat jelent, vagy igen, esetleg a kapott eredményeket fogjátok tovább bontani, elemezni? Nem, itt folytatjuk, és további kísérleteket fogunk csinálni. Az fontos, hogy a tekintetben ugyanazokat a kutyákat hívjátok majd be? Nem, itt nem ugyanazokat a kutyákat fogjuk behívni. Kérdőíves vizsgálatot is tervezünk egyrészt, úgyhogy majd aki szeretne itt ebben részt venni, az figyelje a Családi Kutya programnak a Facebook oldalát és a weboldalát, mert már készül ez a kérdőív, ha szeretnénk felmérni a gazdával otthon, hogy kommunikálnak ezek a kutyák. És előfordul az, hogy ugyanazokat a kutyákat teszteljük a különböző vizsgálatainkban. Van, ahol kifejezett feltétel, hogy ne ugyanaz a kutya legyen, valahol pedig nem veszik figyelembe, és valahol meg fontos, hogy ugyanaz legyen. Nekünk itt a továbbiakban nem fontos, hogy ő részt vette már, vagy nem. És egyébként mit tehetnek azok a gazdik, akik most hallgatják a beszélgetésünket, és akár rövidorrú, akár hosszúorrú kutyával rendelkeznek, viszont esetleg az ő kis kedvencük nem annyira hajlandó felvenni a szemkontaktust valahogy, valamilyen úton, módon lehet fejleszteni ezt a készséget? Persze említetted, hogy majd a további kutatásokban részletesebben is foglalkoztok ezzel a kérdéskörrel. Igen, tehát a kutyáknak a szemkontaktus az tanítható, és az általam ismert kutyaiskolák egyik első leckéje az, hogy megtanítsák a kutyákat szemkontaktust kialakítani a gazdájukkal, mert hogy ez növelheti a tréningek sikerességét is, illetve a kutyákkal kommunikáció és együttműködés sikerességét is növeli, úgyhogy tanítható ez a kutyáknak, fejleszthető. Zsófia, én nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen izgalmas kutatásba nyerhettünk betekintést, és további sok sikert kívánok a munkásságotokhoz, de remélem, hogy a közeljövőben majd ismét be tudsz számolni nekünk a fejleményekről. Köszönöm szépen, még egyszer köszönöm a felkérést. Ennyi volt már a Zöld közelben, egy hét múlva arról tudhatnak meg információkat, hogy miképpen lehet elindulni a hulladékmentes háztartás felé vezető úton. Tartsanak velünk akkor is, minden jót kívánok, viszontlátásra!